az általános iskolákban meghatározó esemény minden tanév végén a ballagás ünnepség. 8 éven keresztül minden napjukat együtt töltik a fiatalok diáktársaikkal, pedagógusaikkal. A kialakult helyzet miatt kétséges volt, hogy meg lehet-e tartani a jeles eseményt, azonban a korlátozások enyhítése következményeként sor kerülhetett rá. Elővigyázatossági okokból minden diák két hozzátartozót hívhatott meg az ünnepségre, ahol minden osztály külön-külön búcsúzott. A Bocska István Általános Iskola minden intézményegységének diákjai méltóképp tudtak elbúcsúzni iskoláiktól június 20-án. Az Óvoda utca intézményegység két végzős osztályának ballagási ünnepségét a Hódos Imre városi sportcsarnokban rendezték meg szombat délelőtt. Tóth Imre intézményvezető ünnepi búcsú beszédében idézte fel az elmúlt éveket, és köszönt el a fiataloktól. Sok mindent megtanultatok az elmúlt időszak alatt, remélem legalábbis, hogy ez mindenkire érvényes, és építhettek az itt megszerzett tudásra. A szorgalom, a kitartás erejét felhasználva sikereket érhettek el majd az életben. Ha azonban megelégedtek a szürkeséggel, könnyen járhattok úgy, mint a szárnyak nélkül álmodó repülő. Csak a földön szárnyalnak álmai. Kedves gyerekek, különös, filmekbe illő heteken és hónapokon vagyunk túl. Furcsán ért véget a tanév, és számotokra az általános iskolai tanulás is. Remélem, az elmúlt 3 hónap sok mindenre megtanított titeket a maga furcsaságával, bezártságával, iskolától, osztálytársaktól, barátoktól elzárva. Nagyon sokszor egyedül kellett tanulnotok, sokkal kevesebb segítséggel, mint eddig. Remélem, volt olyan időszak, amikor ráébredtetek, a tudás, amit megszereztek, az csak a tiétek. Azt tesztek vele, amit akartok. Hogy mit, az tőletek függ. Ez csak egy eszköz, mellyel ha jól gazdálkodtok, akkor eligazodtok a világban. Ha nem, akkor marad a szárnyak nélküli repülés. A diákok az ünnepség során jó tanulmányi eredményükért, szorgalmukért és karitatív munkájukért oklevelet és könyvjutalmat vehettek át. Tétót Patrik, a 8. B-osztály diákja kapta idén a Bocska István Általános Iskola legjobb tanulójának járó elismerést, amit Szólet Tibor polgármester adott át. A Polgári utcai intézményegység végzős diákjai az iskola tornatermében vettek búcsú társaiktól, tanáraiktól. Rövid búcsú beszédet itt is az iskola igazgatója Tóth Imre mondott. Mi pedagógusok is nagyon sokat tanultunk az elmúlt hónapokban. Például azt, hogy nélkületek nagyon üres az iskola. Hiányoztatok. A jó tanulók is, a rossz tanulók is. A példás magaviseletűek és a csíntevők. A jó sportolók és a megfontoltabban is elgondolkozva futók, a művészi képeket festők és a krix-krakszokat létrehozók, a biológia tudósai, de még a képcsövet felrobbantók is hiányoztak. Hiányoztak a tavaszi versenyek, a vetélkedők, a játékos délutánok, a koncertek, a kirándulások, a családi találkozók. Szóval minden és mindenki. Mert ahogy szinte minden tanévben elmondom, és most is elfogom, mert nagyon fontosnak tartom, csak együtt, egymásért dolgozva és tanulva érhetünk el sikereket. Ti, tanulók, a mögöttetek álló család, és mi, az iskolában dolgozó pedagógusok. A végzős osztályok diákjai itt is okleveleket és könyvjutalmat vehettek át munkájuk elismeréseként.
Az iskola legjobb sportolója díj kitüntetettje idén Horváth Maja lett, aki egyéb elfoglaltsága miatt csak később fogja átvenni a díjat. A délután folyamán a Magyar utcai intézményegység végzős osztályát is elbúcsúztatták, az ünnepségre szintén a Húdos Imre városi sportcsarnokban került sor. A Bocska iskola diákjai tehát méltóképp vettek búcsút az elmúlt 8 évtől, ami egy igen meghatározó időszak volt az életükben. Most már élvezhetik a nyári szünet adta örömöket, és izgatottan készülhetnek középiskolai tanulmányaikra.